Ha más nem is, ez a bizalom elég motivációt kell, hogy adjon a még keményebb munkára. Az is nagyon jó érzés, hogy megkaptam az egyes számú ezt, hiszen amikor a Brentfordnál voltam kölcsönben, akkor az 53-as volt az enyém. Még ennél is fontosabb, hogy én állok a kapuban, különben semmit nem érne az egyes szám. Az igazából csak a bónusz, de mint mondtam, nagyon jó érzés. Ez tényleg egy olyan érzés, amire Wojciech nem számíthatott, amikor 2 évvel ezelőtt visszatért a Brentfordnál töltött kölcsönjátékából. Akkoriban még annak örült, hogy játszhatott egy 2-es kartörés után, de a szép időszak csak ezután következett. Amikor visszajöttem a Brentfordtól, még csak reménykedhettem benne, hogy oda kerülök az első csapathoz, de a reményt nem adtam fel. Úgyhogy nem is igazán lepett meg, hogy egyszer csak sikerült. Persze sok minden máshogy alakult volna, ha a kölcsönszerződés előtt nem töröm el mindkét karomat. Akkor elkezdtem kételkedni benne, hogy valaha az Arsenal egyes számú kapusa lehetek, aztán felgyorsultak a dolgok. Szczęsny szárnyalása nyugodtan bekerülhetne a históriás könyvekbe is. Most már ő az ágyusok alapkapusa, és nem akármilyen nyomás nehezedik rá emiatt. Persze, hogy sokkal nagyobb a nyomás. Amikor az első csapathoz kerültem, akkor 19 vagy 20 éves voltam, és néhány jó védés után mindenki mondta, hogy milyen fantasztikusat nyújtok, mivel ezt nem várták volna tőle. A nagyobb nyomás viszont most segít, hogy még keményebben dolgozzak az edzéseken. Miután 22 évesen már ő az Arsenal első számú kapusa, Szczęsny legnagyobb ellensége az elégedettség lehet, ő viszont inkább harcol azért, hogy megtartsa a helyét. Nem volt könnyű az előző szezonban a felkészülés hasonló szakaszában, pedig ugyanazt a munkát végeztem. Most viszont már egy kisebb rutin szereztem magamnak, és valószínűleg mulatságos, hogy 22 éves fejjel ezt mondom, de most már minden mérkőzés egyre könnyebb. Fiatalkora ellenére Szczęsny már sok mindent megért, de pályafutásának eddigi csúcspontjaként egy Anfield Road-i mérkőzést nevezett meg. Szerintem egy Liverpool elleni idegenbeli meccs volt életem eddigi legjobb meccse. Nem csak a megfogott lövések miatt, hanem mert úgy éreztem, hogy legyőzhetetlen vagyok. Amikor fél időben elmentem a liverpooli szurkolók előtt, felállva tapsoltak meg. Ez nagyon jó érzés volt. Ez a 10 másodperc, amikor elsétáltam előttük, felejthetetlen maradt számomra. Egészen biztosan életem egyik legnagyobb élménye maradt. Just that 10-second moment when I was walking towards the cup, it was probably one of the best moments of my career so far. Az Arsenal kapusa az egyik alappillére a megfiatalított együttesnek. Az új igazolások és a rutinosabb futbolisták között Szczęsny egyike azoknak, akik a klub akadémiájáról kerültek fel a nagyok közé. Rengeteg játékos került fel az akadémiáról a tartalékon át a nagy csapathoz. Elég, ha Manny Frimpongot, Francis Coquelin-t, Jack Wilshere-t vagy Kieran Gibbs-et említem. Ez azt is jelenti, hogy nagyon jó barátság alakult ki közöttünk, igyekszünk megragadni a csapatban. Igaz, még mindannyiunk a sok munka vár. Mindamellett, hogy most már van több tapasztaltabb játékos is a csapatban, nagyon jó, hogy a saját nevelésű játékosok egyre többen jönnek fel. Most, hogy már mindenki többet játszott, remélhetőleg jobb szezonunk is lesz. Youth and talent and experience, so hopefully we'll do much better this season than we did last season.